Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. A kabbala és a filozófia. Tatár György előadása. Kettővel ezelőtti alkalommal biztos emlékeznek rá, nagyon sokat beszéltem óra végén a Lúriáról, a Lúriánus kabaláról. Emlékeznek, ő az, aki arra a kérdésre keresett választ, hogy hogy lehetett a semmiből teremteni, ha egyszer nem volt semmi. Én most már nagyon sok éve Lúriánus kabaláról és azzal kapcsolatos szövegeket olvasok, és őszintén szóval mindig igen távol állok attól, hogy tényleg értsem. De azt látom már, hogy kimeríthetetlen. Szóval ez egy hihetetlenül gazdag rendszer, aminek a legfontosabb sajátossága, amit a kabalával összefüggésben itt érdemes mondani, hogy mint minden kabalista, Lúria is meg van győződve arról, hogy a kabala gondolkodása az nem tartalmaz semmiféle személyes intuíciót, semmiféle személyes eredetiséget, hanem tulajdonképpen egyszerűen egy ősidők óta meglévő hagyománynak a kifejtése, kidolgozása, ami hát minél tisztábban és minél tökéletesebben fejtik ki, annál hűbben adja vissza ezt az egészen eredeti és az emberiség birtokában lévő titokzatos tudást. Ez borzasztóan fontos, annyira, hogy mitikusan úgy is jelenítik meg, hogy Ádám volt az, aki rendelkezett kimerítő módon a kabala teljes ismeretével, tehát minden misztikus tudással. Az, amit mi igazi, mondjuk így, szellemi eredetiségnek tartunk, azt ők azonosították az igazi szellemi tradícióval. Ez egy borzasztóan paradox dolog, nem tudom, mennyire sikerült hangsúlyoznom. A kabala egész történetében úgy tűnik, hogy a Lúriához foghatóan eredeti szellemi figura egyáltalán nincsen. Ehhez képest ő meg volt győződve egész életében arról, hogy neki semmilyen eredeti ötlete, gondolata nincsen. Ő egyszerűen a legősibb tradíciót ismételgeti el, csak hát igyekszik a tanítványainak a szájába rágni, és ezért kifejti részletesen. És hát, ha mi olvassuk a szövegeit, akkor látjuk, hogy egyfelől hasonló dolgokat még soha kabalista nem gondolt, másfelől a valóban tradicionális elemekhez is olyan egészen eredeti módon nyúl hozzá, hogy mai fejjel tulajdonképpen nem is nagyon tudjuk elgondolni, hogy hogy lehet, hogy ő egész életében úgy tudta, hogy ő semmi más nem csinál, csak kifejti a Zóhárt. Amit ugye pár száz évvel korábban írtak, ő ezt figyelmesen elolvasta. A Zóhár egy nehezen érthető mű, és ő próbálja érthetően elmondani. Most ehhez képest, ahogy használja, az olyan, hogy nem tudok rá jobb kifejezést, tehát amihez egyáltalán hozzá nyúl, abban valami egészen eredetit produkál. Na most, amit hát ilyen kevés időben ma el akartam mesélni, az egy kérdés, amit a kabalával kapcsolatban a már sokszor emlegetett Gershom Scholem vett fel, és ez általában szerintem az európai szellem története tekintetében is egy borzasztóan izgalmas és fontos kérdés. Tulajdonképpen a kérdés legegyszerűbben megfogalmazva úgy hangzik, hogy mi a frásztól volt a kabala olyan sikeres? Ez a kérdés azért létjogosult, mert amennyire ez történetileg így megmondható, a kabala körülbelül ugyanabban az időben merül fel a középkori európai szellemben, amikor a filozófia. Itt volt egy nagyon hosszú kihagyás, tehát a korai középkort nem filozófiáját, filozófiának nevezzük, de hát azért ez tulajdonképpen filozófiai fogalmakat használó teológiai gondolkodás. Az, ami ennél jóval tisztább módon filozófia, az gyakorlatilag egy időben merül fel, mind a kereszténységben, mind a zsidóságban. Akkor itt azért érdemes öt szót mondani arról, hogy a filozófia hogy néz ki a judaizmussal való viszonyában. Ha bármilyen jó zsidó filozófia történetet bárki a kezébe vesz, akármilyen nyelven, akármilyen korból, készüljön fel arra, hogy fog találni egy hosszú bevezető tanulmányt vagy előszót, ami azt fogja traktálni, hogy egyáltalán létezik-e ennek a könyvnek a tárgya. Magyarul, hogy van-e olyan, hogy zsidó filozófia? 10 esetből körülbelül 9-szer az előszó gondolatmenete abba fog végül beletorkolni, hogy
tulajdonképpen nincsen ilyen. Tehát természetesen vannak zsidó emberek, akik filozofálnak, de zsidó filozófia tulajdonképpen nincsen. Körülbelül így ér véget az előszó, utána, hogy mondjam, lapozunk egyet, és kezdődik a zsidó filozófia története, mert mégiscsak megírta az illető. A dolog tematikailag ugyanabba a probléma összefüggésbe illeszkedik, amit valamennyire lehet ismerni természetesen a keresztény oldalról is. Mondjuk, hogy a legutolsó és leghíresebb példát mondja Martin Heidegger. Heidegger több helyen sziklaszilárdan leszögezi a legkülönbözőbb műveiben, és le is vezeti, hogy olyan, hogy keresztény filozófia nincs. Nem véletlenül az ő számára teljes joggal egyébként a filozófia alapvetően görög eredetű, kifejezetten a pogány világ, hogy mondjam, világlátásából fakadó valami, ami igen bonyolult történelmi utakon, Európa keresztényé válása után egy rendkívül komplikált viszonyra lépett a keresztény gondolkodással, nem utolsó sorban ebből születik a teológia, ebből a viszonyból, de tulajdonképp olyan, hogy keresztény filozófia nincs, ezt nagyon meggyőzően kiszokta Heidegger fejteni, és döntő érve, a legkeményebb állítása, ami ebből következik, az nemes egyszerűséggel az, hogy Kierkegaard nem volt filozófus. Ezt Kerek Perez leszokta szögezni, és végül is úgy fogalmazza meg, hogy nem filozófus volt, hanem egy christlicher Schriftsteller, egy keresztény író. Nem hiszem egyébként, hogy Kierkegaard maga tiltakozott volna ez ellen a besorolás ellen. A problémánk csak az, hogy az Kierkegaard mint keresztény író, hát Dostojevszki is egy keresztény író, az mégse jut eszembe, hogy azonos műfajban szerepeltek volna, az életművük valami azonos lenne. Na most ugyanakkor a probléma maga az egy létező probléma, aminek én most természetesen nem óhajtom itt a megoldását adni, különben is fogalmam sincs róla, de azt tudni kell, hogy miközben a görög filozófia létrejött ugye a preszokratikusokkal, és aztán hát egy óriási dobással, Szokrátész, Pláton és Arisztotelészen keresztül kibontakozik olyan mértékben, hogy mit tudom én, egyik kedvencem az amerikai Whitehead az egykor azt írta, hogy az egész európai filozófia nem egyéb, a teljes történetével együtt, mint egy kicsit hosszúra sikerült lábjegyzet Pláton egyik művéhez. Ez ebben a formájában természetesen túlzás, de van benne valami. Tehát mindenek előtt például az, hogy nincs egyetlen olyan filozófiai disziplina se, amit a görögök már ne kezdtek volna el filozófiailag művelni. Egyetlen kivétel, de erre most nem lesz időnk belemenni, csak jó, ha tudják, a történetfilozófia. Ez még ötlet szintjén sem merült fel a görög filozófiában. Ez nagyon akkor ott még esztétika is volt. Érdekes lenne belemenni, de szerintem erre most ne pazaroljuk az időt. Mindeközben a hasonlóan rendkívül magas kulturális szintekre eljutó bibliai kultúrából nyom nélkül hiányzik, hogy mondjam, még a kezdeményezése is annak, amit hát a görögök mintaképe alapján filozófiának nevezhetnénk. Ez egészen így tart a hellenisztikus korig, ha még iskolából emlékeznek rá, a hellenizmusnak tulajdonképpen a Krisztus előtti 4. századtól kezdve nevezünk valamit, ami egyszerűen úgy kezdődik, hogy a makedóniai nagy Sándor egy jelentős haddal elindul először a görögök ellen, akik nem tudják magukat világosan megkülönböztetni egyébként a makedónoktól, mert eddigre már a makedónok teljesen görög kultúrájúak, görögül beszélnek, szerintem legfeljebb a cserédlánnyal beszélnek makedónul, és elfoglalja a görögöket. Számunkra itt Európában nagyon ismert módon tulajdonképpen az egész úgy van feltüntetve, mintha felszabadító háború lenne, és a görögök, ha nagyon vegyesen is, de hajlandók így elfogadni, különösen azért, mert Nagy Sándor egy olyan jelszóval rohanta le a görögöket, és a kairóneai csatában teljesen tönkre is verte az egyesült poliszokat, amik felvonultak ellene. Egy elképesztő ötlet volt, amit azonban halálosan komolyan gondolt, tehát semmilyen ideológikus elem nem volt benne. Nagy Sándor közölte a görögökkel, végtelen számú futárt szétküldve görögföldön, hogy ennek az egész, hogy mondjam,
meghódításnak semmi egyéb célja nem volt, mint összegyűjteni egy gigantikus hadsereget, és megtámadni a perzsa birodalmat. Magyarul revansz. A görög-perzsa háborúkért és a perzsa megszállásokért ellentételezés gyanánt felajánlotta, hogy az összgörögség részt vehet a perzsák elleni basszú hadjáratban. Maratontól kezdve tessék tetszőleges, dicsőséges pontokra gondolni, és hát ez marhára bejött. Tulajdonképpen a görög poliszok egy emberként felsorakoztak Nagy Sándor mellett, hogy most aztán visszaadjuk a kölcsönt, és hát némi túlzással ugye az történt, hogy ezzel az óriási haddal megindult Ázsia ellen, és hát tulajdonképpen három döntő csatában az egész perzsa birodalmat szétverte. Na most a perzsa birodalom az a kor szintjén akkora volt, mint a Szovjetunió, tehát lényegében ennek a három csatának a következtében ő Kínáig tudott elmenni. Egyszerűen, mert a kezébe került ez a végtelen kiterjedésű birodalom. Ez a dolognak a, mondjuk a katonai, politikai történeti része. A legkülönösebb az, hogy látható, hogy ennek a fiatalembernek világos elképzelései voltak valahogy arról, hogy ő grecizálja a keletet. Úgy, ahogy van az Orient, tehát az egész keletből valamiféle görög kulturális filiálét csinál. Ez volt az a pont egyébként, ahol Arisztotelész, aki addig a kíséretéhez tartozott, ott hagyta. Mert úgy gondolta, érdekes teljes joggal egyébként, hogy az ilyennek könnyen lehet az a végeredménye, hogy a görög kultúra lesz orientalizálva. Most mind a kettő bekövetkezett, itt most nem érdemes ezzel a dologgal foglalkozni, a lényeg az, hogy a filozófia is, a görögség, ahogyan a görög kultúra meghódította a keletet, ezt egészen szó szerint tessék érteni, tehát ezek nem úgy jártak, mint mi, akiket egy életen keresztül ugye gyötörtek az iskolán, hogy meg kell tanulni oroszul, és az ember még a cirill betűket sem volt képes megtanulni, annyira motiválatlan volt. Itt tulajdonképpen előállt az a helyzet, hogy Nagy Sándor egy egész sor várost is alapított, aminek eleve görög telepesei voltak, és lényegében a kelet, nagy nyelvei, nagy kultúrái teljesen dialektus szintre szorultak vissza. Aki érvényesülni akart, az görögül tanult meg, általában annyira jól, hogy az itt kezdődő kulturális történelmi korszakban nem tudjuk többé, 10 esetből 9-szer nem tudjuk eldönteni, hogy az illető milyen nemzetiségű, tehát hogy milyen etnikumhoz tartozik, akitől például görög filozófiai művek maradtak fenn. Önmagában az, hogy esetleg nem tökéletes a görög nyelv használata, az semmit sem jelent. Pál apostolnak is meglehetősen gyenge volt a görög nyelvtudása. Őrült, zűrös dolgok jönnek. Példaként azt tudom mondani, amiről már több ízben említettem, emlékeznek az újplatonizmusnak a megalapítója és legnagyobb filozófusa, Plotinosz. Fogalmunk nincs, hogy milyen etnikumhoz tartozott. Az elég valószínű, hogy nem volt görög, de tulajdonképpen tudni nem tudjuk. A neve az kétségkívül görög, de a hellenizmusban szinte mindenki görög nevet hord. Görögül ír, föltehetőleg görögül élte a mindennapjait, a kultúrája teljesen görög. A Plotinosznál egyébként a legvalószínűbb az, hogy ő egyiptomi. De ezt is csak azért gondoljuk, mert Alexandriában kezdett el tanítani. Ez egy ilyen őrült, zűrös dolog. Amiért ezt az egészet elmondtam, az az, hogy ez az a pillanat, amikor felbukkan az első zsidó filozófus, aki egyértelműen filozófus, őt úgy hívják, a névvel talán már találkoztak, hogy alexandriai Filón. Tényleg alexandriai, amennyire tudjuk, soha ki nem mozdult Alexandriából. Alexandria, mint a neve is mutatja, egy Nagy Sándor által alapított város. Hát mára azt hiszem teljesen jelentéktelen provinciális város lett, ma is fennáll, de volt egy pillanat, és nagyjából ez az a pillanat, amiről mi most beszélünk, időszámításunk kezdete, amikor tulajdonképpen nagyobb volt, mint Róma. És a jelentősége is nagyobb volt. Tehát ez egy gigászi metropolis volt, rengeteg egyébként filozófiai iskolával. Hát mit tudom én, kicsit aki közelebbről meg akarja ismerni, például a Spirónak a Fogság című regénye, az félig Alexandriában játszódik. És az, amennyire meg tudom ítélni, utálom azt a könyvet, de amennyire meg tudom ítélni, az Alexandriáról festett kép, az mondjuk történeti értelemben, meg kulturális értelemben hiteles.
Na, alexandriai filón abban a szempontból borzasztóan izgalmas a filozófián kívül, hogy ő pontos kortársa Jézusnak. Sajnos nem járt Palesztinában, legalábbis amennyire tudjuk, nem járt ott, de teljesen egyidejű, és ez azért nagyon érdekes, mert a Biblia értelmezése, ami rengeteg biblia értelmezési művet írt, azt hiszem egy vagy kettő van magyarra lefordítva ezek közül, más nyelvekre az összes művele van fordítva. Nagyon hosszú ideig élt, nagyon sok vallásos karakterű, vallásos, filozófikus művet írt görögül. Fogalmunk nincs, hogy tudott-e más nyelven egyáltalán. Egy biztos, ahányszor Bibliát értelmez, ő minden alkalommal értelemszerűen a Septuaginta szövegét használja. Tehát a görögre fordított ószövetséget interpretálja olyan módon, hogy a szakirodalomban a mai napig vita van arról, hogy az első igazán nagy zsidó filozófus egyáltalán tudott-e héberül. Ez egy eldönthetetlen kérdés. Az minden esetre feltűnő, helyenként egyébként ebben a vele majdnem egykorú Pál apostolra igencsak hasonló módon bizonyos vallási gondolatokat a Septuagintára épít fel, anélkül, hogy zavartatná magát attól, hogy ugyanennek a héber bibliai szövegére nem lehetne felépíteni azt a gondolatot. Tehát magyarul teljesen grecizált, ha tetszik, teljesen hellenisztikus az egész gondolatmenet. Pál esetében tudjuk biztosan, hogy tudott héberül. Egyszerűen az apostolok cselekedetében le van írva. Alexandriai Filón esetében ez nem eldönthető. Tehát ő volt tulajdonképpen az első nagy, hát igen, a zsidó filozófus talán itt erős lenne, mondjuk, hogy a hellenisztikus zsidó filozófia első nagy képviselője, és az ő első századi eltűnése, tehát a halála után jön egy irgalmatlan hosszú szünet, amiből hát magyarul tulajdonképpen egyértelműen az következik, hogy a bibliai zsidó gondolkodás az mind nyelvét, mind, nem tudom mit mondjak, gondolkodása természetét tekintve egy olyan szerű vallási gondolkodás, amelyik magától nem kezd el filozofálni. Ez most az én megfogalmazásom. Magyarul rendkívül bensőséges viszonya kell, hogy létrejöjjön egy olyan másik kultúrával, amelyikben a filozófia kulturálisan nagyon kiemelt pozícióban van. Ebben a pillanatban elkezd filozofálni. A Filonnak a kereszténység kezdeteivel való tisztára szellemi természetű összefüggése azon a ponton derül ki, hogy a filozófiájában rendkívül komoly szerepet tölt be a logosszal kapcsolatos spekulációk, ahol ő számos bibliai motivumot a logosz megjelenésével, olykor kifejezetten testetöltésével magyaráz. Gondolom, aki valaha olvasott már egy picit is keresztény teológiával összefüggő dolgokat, az érti, hogy miről van szó. Természetesen a kereszténységről még érintőlegesen sincs szó Filon műveiben, de ez a rejtélyes dolog, hogy a szellem testet ölthet az anyagi világban, és ő ezt a logosznak is nevezi, pont úgy, mint a János evangélium, ez mindesre, hogy mondjam, egy többé-kevésbé egységes hellenisztikus szellemi világra tűnik utalni. A hellenisztikus birodalomnak a szétbomlása, illetve a kereszténység megjelenése miatt a judaizmus erős elzárkózása a hellenisztikus kultúrától, ami nagyjából a II.-III. századtól következik be, egyben azzal is jár, hogy nincs zsidó filozófus több, egészen a 9. századig. Ez megint csak ezt a tételt erősíti, amit az előbb próbáltam mondani, hogy nem belső eredetű a bibliai kultúrában a filozofálás. Ez egész, tehát durván fogalmazva, alexandriai Filontól, tehát az első század mondjuk közepétől a halálos kus van körülbelül a 9. századig. Mindenféle megszámlálhatatlan, izgalmas vallási irat, szekták, istenharagja, minden van a judaizmus szétszóródott
területén, többek között megcsinálják a Talmudot, ami hát tényleg egy tenger, szóval egy ilyen 12 katonás monstrum, és azon kívül is hihetetlen tömegű vallási irat születik, filozófia egy sorse. A 9. században, ugye a 7. század óta az iszlám meghódította fokozatosan ezt az egész területet, amiről beszélünk. Ez a fokozatosan, ez azt jelenti, hogy egyetlen évszázad alatt. Óriási darabokat ugye leharap a bizánci birodalom testéből, beindul az a folyamat, ami hát lényegében bizonyos értelemben máig ható következményei vannak. Nem szoktuk tudatosítani, és a történelemkönyveink marhára nem hangsúlyozzák. De hát azt tudni kell, ugye a 7. században keletkezik az iszlám, tanuljuk a hódító hadjáratait, de itt már nem hangsúlyozzák nekünk azt az egyáltalán nem közömbös tényt, hogy az egész Közel-Kelet, tehát Kis-Ázsiával együtt a teljes Közel-Kelet és egész Észak-Afrika keresztény volt. Ez egy nagyon fontos mozzanat, eltűnt. Gyakorlatilag eltűnt az iszlám hódításnak az eredményeképp. Az egyetlen, ahol jelentősen visszaszorult, az az, hogy ugye első löketre a Gibraltárnál át is kelt Európába, és mélyen behatolt Spanyolországba, ahol hát néhány száz év alatt végül szörnyű háborúk árán, de kiszorították az iszlámot, de lényegében egész Észak-Afrika és a teljes Közel-Kelet, leszámítva a szórványmaradványokat, muszlim lett. A szórványmaradványok közül, ezt biztos tudják, a legjelentősebb az egyiptomi koptok tömege, ami körülbelül 10 millióra becsülik. És egyébként hát szinte eltűnt. Jó, vannak szír keresztények, de hogy mondjam, némi túlzással, mint muzeális tárgyak. Körülbelül így lehetne leírni. Ráadásul ez a folyamat a legutóbbi időkben borzasztóan felgyorsult. Tehát én a 90-es évek legelején voltam először Izraelbe, és akkor például Betlehemnek a lakossága, az Betlehem kívül van Izraelben, csak közvetlen a közelébe, akkor Betlehem lakosságának még a 80%-a volt keresztény. Most amikor utoljára mentem oda, és azt mondták, hogy ne menjek Betlehembe, úgyhogy nem is mentem, akkor már kiderült, hogy az 5%-a a lakosságnak keresztény. Azon a Kanada, Amerika, mit tudom én, hova kerültek, van egy erőteljes keresztény menekülési áradat egyébként Izrael felé is. Érdekes módon, mert hogy hát hogy mondjam, az egyetlen hely, ahol vallásszabadság van. Tehát azért nem ütnek agyon senkit, mert keresztény. Ez mellékszál. A lényeg az, hogy az iszlámnak ismeretes módon az első 300 évében rendkívül magas rendű filozófiai és teológiai tevékenysége volt, egyáltalán tudományos tevékenysége. Erről vannak, hogy mondjam, az embernek privát elgondolásai, hogy mi okozza az első századokban ezt a rendkívül magas kulturális tevékenységet, ami aztán teljesen befagy. Egészen pontosan, ez egy könnyen megjegyezhető dátum, 1111. Ezt szerintem akárki meg tudja jegyezni, ez egy Al-Ghazali nevű nagy misztikus működésének a vége, aki valóban egy egészen kiváló figura volt, de megnyerte tulajdonképpen azt a teológiai csatát, ami az iszlám ortodoxia és a filozófia között lett vívva, és úgy megnyerte, hogy úgy maradt. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy némi túlzással azt kell mondani, hogy a 12. század óta nagy filozófiai teljesítmény az iszlám kultúrában nincs. Ugye addig miért volt? Mert tényleg nagyon nagy volt, annyira nagy volt, hogy össze lehet mérni a korabeli Európa éppen keletkező, hogy mondjam, skolasztikus alapjaival, és hát ott mindenki vadul, arab filozófusokat olvas pocsék latin fordításban. Nem kisebb figurák, mint Albertus Magnus vagy Aquinói Szent Tamás. Lényegében ők kizárólag, ha valóban nagy, magasrendű tudományos műveket, pláne arisztoteliánus műveket akarnak olvasni, hát akkor vagy meg kellett volna tanulni arabul, ami nem ment, vagy egyrészt fordítói generációk épültek fel ezekben az időkben, a legizgalmasabb ezek közül azok, ahol szír keresztények, akik még voltak, fordítottak Arisztotelész és Platón műveket arabra. Ezeket a műveket iszlám területen élő zsidó filozófiai fordítók fordítottak héberre,
és ezeket a héberre fordított műveket Dél-Németországban, keresztény közegben élő zsidók lefordították latinra. Na ezt a kört bejárva jutnak el tudományos filozófiai művek, például Aquinói Szent Tamáshoz. Ne menjünk bele abba, hogy de nyilván el tudják képzelni, hogy a fordítások minősége hogy alakul ennyi őrület fordítás közben, de ez nem egy egyértelmű folyamat, ugyanis a közbelső fordítók egy része rendkívül eredeti gondolkodó is. Következésképp totál eltorzítja, de hogy mondjam, az rég nem Arisztotelész, ami Arisztotelészként végül célba ér, mondjuk Tamásnál, de ettől még ezek egészen kiváló filozófiai művek, mert a közbelső fordító mondjuk platonista volt. Ez nagyon erőteljesen látszik az Arisztotelész fordításokon. Ezért van az, hogy a fiatal Aquinói Tamás például azt hiszi, hogy Platón és Arisztotelész tulajdonképp ugyanazt tanították. De mindegy, ez egy izgalmas rész. A lényeg az, hogy az arab területeken, vagy egyáltalán az iszlám területén élő zsidóknál természetesen az arab lesz a kultúrnyelv, valószínűleg a mindennapi életnek is a nyelve. Közben egy csomó egyéb nyelven is tudnak, de a lényeg az, hogy úgy vesznek részt az arab kultúrában, hogy közben nem válnak muszlimokká. Ugye ez egy erőteljes különbség a korábbi, a hellenisztikus korral szemben, ahol ha valaki nagyon részt vett a hellenizmus például filozófiai, kulturális életében, az tulajdonképp görög lett. Most itt ez nem megy végbe, de az arab kultúrához nagyon erősen kötődnek, annak az iszlám szálaihoz természetesen nem. De tulajdonképpen amiatt, hogy az iszlám kultúrában a filozófia ebben a néhány évszázadban rendkívül erőteljesen és domináns szerepben az előtérben van, ennek következtében megjelenik a zsidó filozófia is. Egyetlen nevet érdemes ebből igazán tudni, a legnagyobbat, aki Maimonides néven futott. Nem tudom, mikor született, azt elfelejtettem, de 1204-ben halt meg. Tehát ebből be lehet úgy időbe lőni őt. Maimonides. Az eredeti neve tulajdonképpen nem túl érdekes, hogy zsidó oldalon úgy ismerik, hogy Móse ben Maimón, azaz Mózes Maimón fia. A Maimonides az görögül egyszerűen annyit jelent, hogy Maimón fia, tehát a Maimonida. Azért érdemes Maimonides néven egyrészt így szokás rá azért hivatkozni, másrészt azért érdemes így megjegyezni ezt a nevet, mert például Albertus Magnus vagy Aquinói Szent Tamás így hivatkozik rá, vagy azt mondják, hogy a Maimonides, illetve Tamásnál már találtam olyan helyeket is, hogy az egyiptomi Mózes, megkülönböztetendő a bibliai Mózestől. Ez a közepkorban mindenki úgy tudta, hogy egyiptomi. Ez annyiban igaz is, hogy élete legnagyobb részét ott töltöttem, miután Marokkóból, eredetileg Spanyolországból átmenekült a család Marokkóba, Marokkóból aztán tovább menekültek Egyiptomba. Addigra már ugyanis a iszlám kalifátus darabokra szakadt, és lehetett válogatni, hogy viszonylag liberálisabb és elviselhetőbb országba menekül az ember, vagy kellemetlenebb helyekre. A Maimonidesnek mindjárt szerencséje volt, és ő ráadásul a kalifa udvari orvosa volt egész életében, úgyhogy hallatlanul izgalmas műveket hagyott a hátra, amiknek a nyelvi érdekessége, igen, ezt azért el kell mondani, mert ezt nem szokás tudni, és az egész iszlám kultúra idején, az iszlám kultúra területén működő zsidó filozófusoknak és egyáltalán tudósoknak ez egy egészen speciális ügye. Értelemszerűen Maimonides minden nagy filozófiai művét arabul írta. Egyszerűen azért, mert az volt a filozófiai kultúrának, a magas kultúrának a nyelve. Minden zsidó vallási iratát, amit nagyon sok, ezeket természetesen héberül írta. Talán még emlékeznek, előző órán említettem, beszélni Maimonides valószínűleg életében nem beszélt héberül. Nem lett volna kivel, írni héberül írt bizonyos vallási munkákat, amik a judaizmushoz kapcsolódtak. A filozófiai munkáit arabul írta, és most tessék megkapaszkodni, mert ez egy baromi fontos dolog, héber betűkkel. Ez kivétel nélkül minden az iszlám területén működő egykori nagy tudós és filozófus tudományos és filozófiai műveire érvényes. Ez egy kialakult tradíció lett. Azt hiszem, csak ettől kezdve, tehát ez korábban nem így volt, alexandriai Filón görögül írt görög betűkkel. Kialakult egy ilyen hagyomány, aminek hát
borzasztóan izgalmas kulturális következményei vannak. Például az, hogy Maimonidész az összes nagy arab filozófust olvasta. Maimonidészt egyetlen arab filozófus sem olvasta, mert nem tudták elolvasni. És föl sem merült, valószínűleg azt sem tudták, hogy filozófiát tartalmazó mű az illető munka. Úgyhogy, mit tudom én, hát ebből az következik sajnos, hogy előáll az a helyzet, hogyha a modern időkben egy tudós, teszem azt, egy középkori zsidó filozófus munkáit le akarja fordítani németre, magyarra, teljesen mindegy, nem elég arabul tudnia, valamennyire meg kell tanulnia héberül, hogy nem tudja a szöveget elolvasni. Ez egészen hosszantartó hagyományként egyébként fönnmaradt. Legjobb tudomásom szerint például, nem tudom, hogy ezt a nevet ismerik-e, a német felvilágosodás idején az első nagy német felvilágosodott zsidó filozófus Mózes Mendelssohn volt. Mendelssohn azt csinálta, hogy a kortárs zsidó fiatalokat megtanítsa németül, ő maga ragyogóan tudott németül, lefordította a Bibliát majdnem az egészet németre, és ki is nyomtatta héber betűkkel. Egyrészt csak azt tudták volna olvasni, és valóban a héber betűkkel kinyomtatott német nyelvű Biblián tanult egy egész nemzedék németül, aminek borzasztó furcsa következményei lettek. Mindenek előtt azért, mert a környező egész, akár felvilágosult németség se tudta, hogy az a könyv az németül van. Ez egyszerűen nem derült ki, ha az ember a kezébe veszi, végképp nem derült ki, hogy ez a Biblia. Érdemes tudni ezt a hagyományt. Őszintén most csak eszembe, soha nem néztem utána, hogy a héberre fordított Arisztotelészt, tehát ami már bejárta ezt a fordítói utat, akik lefordították latinra, azok vajon milyen betűvel írták le latinul, ezt meg fogok próbálni utána keresni, de lehet, hogy a latin annyira kötődött az ABC-hez, hogy azt használták. Na most tulajdonképpen ha Maimonidészt tekintjük a középkor legnagyobb, mindenképp a középkor egyik legnagyobb filozófusa volt, a zsidó filozófusok közül vitathatatlanul ő a legnagyobb, akkor valóban felvethető az a kérdés, amit Scholem felvet. Ha a kabala és a filozófia gyakorlatilag egy időben merült fel történetileg, mi magyarázza azt, hogy a judaizmuson belül a kabala végül megnyerte ezt a meccset, a filozófia meg alul maradt. Most erre a legegyszerűbb válasz, amit önök is, ha ilyesmiket olvasnak majd, fognak ilyen tankönyvekbe találkozni, hogy hát mert hogy nem egyforma nehézségűek ezek a szövegek. Ugye filozófiát olvasni, pláne arisztoteliánus filozófiát, az nehéz, ezért nem hathatott a nép körében szemben a kabalával. Na most, akik ezeket a mondatokat leírják, azok valószínűleg életükbe kabalista szöveget nem tartottak a kezükbe, mert ahhoz képest Arisztotelészt játszva, szóval mint egy képregényt úgy lehet olvasni. A kabalista szövegek általában, nem akarok nagyon erős kifejezést használni, mondjuk szerintem nagyon nehezek. Ez egyszerűen egy hülye állítás. De ugyanakkor a probléma, hangsúlyozni szeretném, a probléma létezik. Tehát valóban magyarázatra szorul, elég hamar ellenséges viszonyba kerül egymással a filozófia és a kabala, ami kölcsönös kiátkozások, hát amit az ember a középkorról el tud képzelni, kölcsönös kiátkozásokat, egymás könyveinek elégetését, mit tudom én, utcai verekedéseket jelent. Említettem már, hogy itt egy nagyon fontos vonás, hogy ebből a szempontból szerencsére a zsidóság szétszóródott és nem alkott államot, következésképp nincs államhatalom soha a birtokában, ami, hogy mondjam, azt jelenti, hogy bármi, amit eretnekségnek tartanak, azt ki lehet közösíteni, de nem lehet ellene tényleges erőszakkal fellépni, mert nincs elkülönült erőszakszervezet senkinek a kezébe. Úgyhogy itt a legrosszabb esetben valaki átmenekül a szomszéd kalifátusba, a szomszéd országba, de tulajdonképpen a művek zöme megmarad, és főleg megmaradnak maguk a pasik. Na most tulajdonképpen van egy sor hasonlóság a filozófia és a kabala közt, ami persze csak fokozza ezt a kérdést. Az, hogy mind a kettő, ez érvényes természetesen a kereszténységre is, amit mondok egészen általánosan, mind a kettő tulajdonképpen a hagyomány teljes átalakítására törekszik. A szellemi örökséghez való viszonya különbözik
a kettőnek egészen alapvetően a mind a kettő, tehát úgy értem, mind a filozófia, a középkori filozófia, mind a középkori misztika a hagyományt teljesen átpróbálja interpretálni. Mind a kettő felfogható úgy elsősorban, mint egy interpretációs, tehát egy szövegértelmezési roham a régi szövegekre. Nagyon fontos az, hogy teljesen egyidejű a kettő, tehát ezt azért hangsúlyozom, mert számos olyan tudományos mű meg tankönyv forog közkézen, amelyik például azt állítja, hogy előbb van a filozófia és a kabala egy reakció a filozófiára. Minden jel szerint ez úgy hülyeség, ahogy van. Annyira hülyeség, hogy a legtöbb korai nagy kabalistánál, ha tudjuk, hogy kicsoda az illető, és valamit tudunk az életrajzáról, meg egynél több műve van a kezünkbe, megállapítható egy egészen drámai dolog, ami visszanézve majdnem teljesen irracionálisnak látszik, hogy a pasi nappal filozófus, éjjel kabalista. Tehát personál unióban létezik a két dolog. A legnagyobb kabalistákról tudjuk, hogy például Arisztotelészt tanítottak napközben különböző iskolákon, majd hát némi túlzással éjjel nekiálltak és létrehoztak egy olyan kéziratot, ami kifejezetten cáfolja Arisztotelészt, az ellenkezőjét állítja. Magyarul úgy tűnik, hogy a kabala egészen korai korszakában még nem fogták fel azonnal, hogy itt valami súlyos ellentétről van szó. Ezt akartam is, felolvasok egy idézetet. A 13. század végén tudunk egy bizonyos Burgoszi Mózesről, ennyit tudunk róla, nagyjából a nevét, és ismerjük a nyilatkozatait, illetve néhány kabalista írását. Róla feljegyezték, hogy ha dicsérték előtte a filozófusokat, ami bizonyára előfordul ilyen értelmiségi körökben, erre szó szerint a következőt válaszolta, és ezt a tanítványai terjesztették is. Ezt a választam így hangzott. Tudjátok meg, hogy azok a filozófusok, akiknek a tudományát dicséritek, ott hagyják abba, ahol mi elkezdjük. Ez egy nagyon precíz megfogalmazása annak, hogy egy kabalista adott pillanatban hogy látja a filozófiai gondolkodásnak, hogy mondjam, a státuszát. Tehát a filozófusok ezek szerint méghozzá a legnagyobbak ott hagyják abba, ahol mi kabalisták elkezdjük. Jelenti az először is azt, hogy ezek szerint legalábbis ez a pasi ez úgy gondolta, hogy a filozófia a maga egészében tulajdonképpen előfeltétele a kabalának. Tehát egy kvázi egy iskola, amin át kell menni, hogy mondjam, magasabb osztályba léphessünk, amit kabalának neveznek. Konkrétan még két dolgot akartam igen mondani. Az egyik mindegy a név, csak ugye Abraham Abulafia, ő képviselte a Spanyolországban azt, amit extatikus kabalának neveznek. Ez már nagyon közel áll a gólem készítéshez. Őróla tudjuk például, hogy abból élt, hogy Maimonidészt tanított. Na most Maimonidészről említettem, hogy a legnagyobb arisztoteliánus filozófus volt a judaizmus történetében. A másik, akit meg itt érdemes megemlíteni, meg nem csak érdemes, hanem ez mondjuk szívemhez is nagyon közel áll, Yehuda HaLevi. Ezt talán nem kell felírni, így hangzik pontosan a neve, Yehuda HaLevi. Egyáltalán a középkori költészetnek az egyik legnagyobb figurája, a középkori héber költészetnek biztos, hogy a legnagyobb figurája. Olyan típusú verseket tessék elképzelni, nem tudom hányan olvastak maguk közül John Donne-t. Olyan típusú, tehát hatalmas szerelmi költészete van például, meg bordal költészete, meg ilyesmi, aztán radikálisan a vallás irányába fordul, és szerintem egészen fölülmúlhatatlan vallásos himnuszokat kezd el írni, amelyeknek egy része ráadásul utóbb bekerült a liturgiába. Egy csodálatosan nagy költő, aki írt egy, jobb hiány azt mondanám, filozófiai művet. Héberül úgy hangzik a címe, hogy Hakkuzári. Gondolom, senki nem ismeri fel ebből a szóból. Az magyarul annyit jelent, hogy a kazár. Talán a mitikus hülyeséggel már találkoztak. Ennek van egy régi irodalma, nevezetesen, hogy a kazár nomád királyok, a nagykánok áttértek a zsidó vallásra. Tehát a kazárok tulajdonképpen zsidók. Na most tekintve, hogy a
a birodalom felbomlása után, ez nagyjából a magyar honfoglalást közvetlenül megelőzi, a kazárok egyszerűen etnikai értelemben eltűntek. Ők még sokat szerepelnek bizánci forrásokba, aztán eltűnnek. Lehet tudni bizánci forrásokból, hogy a magyaroknak van valami viszonya a kazárokhoz. Úgy tűnik, hogy a magyar törzsek egy ideig a kazár birodalomban, hogy mondjam, mint a kazár birodalom egyik törzse vettek részt, aztán a birodalom felbomlik. Nem érdekes, nem is igazán értek hozzá, ez valahol a Kaszpi-tenger és a nem tudom hol található óriási területen terült el. Ebből mindenféle, szerintem, személyes véleményem, eszelős kombinációk is kialakultak, miszerint a közép- és kelet-európai zsidóság tulajdonképp kazár volna. Ha egyszer a kazárok tényleg áttértek a zsidó hitre, majd etnikailag szétszóródva eltűntek. És hát ugye a népvándorlás az biztos, hogy nyugat felé sodorta ezeket az etnikai törmelékeket. Utoljára magyarul, azikként, akit érdekel, az Arthur Koestlernek jelent meg könyve, ha jól emlékszem, azon a címen, hogy az elveszett 10 törzs, ami több fejezetén át foglalkozik ezzel a kazár problémával. Ma is vannak nagyon sokan, akik ebbe hisznek, vagy azért, mert szeretik a zsidókat, vagy azért, mert utálják a zsidókat. De valamiképpen ez egy közös mitosz, amit lehet így és úgy értelmezni. Az én személyes véleményem szerint, tehát amennyit én ennek utána tudtam nézni, az történelmileg bizonyítható, hogy a kazár nagykánok egy időben áttértek a zsidó vallásra. Ennek a föltehető oka az lehetett, hogy beszorultak az iszlám és a kereszténység közé, és valami olyan harmadikra akartak áttérni, amiről azt gondolták, hogy fenn tudja, hogy nem az önállóságot tartani, ezzel a másik kettővel szemben. Önmagában az, hogy lóvért iszunk, az valószínűleg nem volt elég tartalmas ideológia. Hülyéskedek, fogalmam nincs, hogy mi lehetett a kazárok saját nomád vallása. Na most én csak a személyes véleményemet tudom két mondattal mondani. Amikor ez történik már, tehát már van iszlám, vagyis túl vagyunk a 7. századon, addigra a judaizmus egy olyan mértékben írásközpontú vallási kultúra, még sokkal nagyobb mértékben, mint a kereszténység, hogy én szerintem erre egy nomád, írástudatlan nép nem térhet át. Ez egy hülyeség egyszerűen ebben a formában. Azt, hogy a birodalmat vezető nagykáni család áttér, ez elméletileg minden további nélkül elképzelhető, és mondom, úgy tűnik, hogy ez történelmileg egy bizonyítható valami. Magára a népességre ez valószínűleg nem kiterjeszthető dolog. Hát egyszerűen, hogy mondjam, a szombati tóra felolvasást tessék elképzelni egy lovasnomád népnél, hogy mondjam, a jurtában. Szóval ne hülyéskedjünk. De nem tudjuk egész pontosan, hogy hogy van. A lényeg az, hogy ennek a kazár ügynek a híre, ez ugyanis hát elég meglepő hír volt, körülbelül olyan meglepő, mint mondjuk egy lovasnomád nép teljes egészében való áttérése a kereszténységre. Hogy ez a hír, ez eljutott Spanyolországba, és néhány száz éves késéssel Jehuda Halévi tudott erről a kazár ügyről. Azt hiszem, hogy még a kazár királynak a nevét is tudta, amit én elfelejtettem. A lényeg az, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt neki arra, hogy egy egészen ragyogó kerettörténetet találjon ki a vallásfilozófiai mondani valójának. Nevezetesen, hogy a kazár király a mű szerint minden éjjel álmot lát. És minden éjjel ugyanazt az álmot látja, hogy megjelenik neki egy angyal, és azt mondja, hogy a teremtőd, már nem emlékszem egészen pontosan, hogy a lelkeddel elégedett, de a cselekedeteiddel nem. Valami ilyesmi. És ez minden áldott éjjel ismétlődik. És hát hívja a bölcseit, azok mindenféle tanácsokat adnak, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Egyre jobban belemegy a kazár vallásba, saját kezüleg áldott, stb. Richtig minden áldott éjjel jön ugyanez az álom. És akkor végső kínjában ahhoz folyamodik, hogy elhív beszélgetésre először egy filozófust, utána egy keresztényt, utána egy muszlimot, és végül egy rabbit. A velük való párbeszéd már hallatlanul izgalmas. A rabbi meghívására úgy kerül sor, hogy a keresztény is és a muszlim is a judaizmusra hivatkozik vissza, hogy onnan lehet tudni, hogy egy Isten van,
stb. Stb. Hát a Bibliára hivatkoznak magyarul. És akkor meghallgatja a rabbit, ennek következtében hát a kerettörténet értelmében áttér, és tulajdonképpen az egész mű nem egyéb, mint párbeszédes módon tulajdonképpen megbeszélnek egy egész sor rendkívül izgalmas vallási, valláselméleti és vallásgyakorlati kérdést. Az érdekessége a dolognak az, hogy eldönthetetlen, hogy tulajdonképpen amit olvasunk, az filozófia-e vagy sem. Nincs még kabala. Tehát Yehuda Halevi ebben a pillanatban még nem kabalista, nagyon erősen vallásos gondolkodó, inkább azt mondanám, hogy vallási gondolkodó, rendkívüli filozófiai műveltsége van, de nem filozófia, amit csinál, hanem hát egy nagyon nehezen meghatározható, hogy mondjam, olyasmi, amit Heidegger elítél Kierkegaardban. Tehát vallási gondolkodó, jobb szó híján. A legjobban ezt egyébként egy Leo Strauss nevű, végül amerikai filozófia történész fogalmazta meg, egyébként magyarul is megvan a könyve, az Atlantisnál jelent meg. A Leo Strauss szó szerint így fogalmazza meg, hogy ez 12. század, amiről beszélünk, hogy Yehuda Halevi életének egy bizonyos pontján már majdnem filozófus lett, ez eddig teljesen oké, majd így fogalmazza meg, hogy az utolsó pillanatban azonban visszaborzott tőle. Ez egy nagyon precíz megfogalmazás, ezt érezni az egész munkán. Valóban van egy olyan menete a dolognak, mintha egy adott ponton Yehuda Halevi ráébredt volna arra, hogy ezen az úton tovább lépve, most őt idézem saját megfogalmazásában, az ember görög lesz. És azt viszont nem akarta. Az igazság, hogy megvan magyarul, csak nagyon gyenge a fordítás, úgyhogy ezt inkább németül, angolul vagy tetszőleges nyelven érdemes elolvasni. Azt ígértem, hogy nem lesz sok mellékszál, és hát tulajdonképpen nem is volt, csak az időnk marha kevés. Továbbra is az a kérdés, hogy hogy tudta a kabala végül tömegméretekben legyőzni a filozófiát annyira, hogy az lényegében a 18. század végéig eltűnt a zsidó kultúrából. Tehát nincs a középkori filozofálásnak nincs folytatása rendkívül hosszú ideig. Tulajdonképpen akkor kezdődik újra, amikor megjelennek olyan német zsidók, akik Kantot olvasnak. És akkor beindul újra a filozofálás. A Scholem válasza tulajdonképpen a dologra az, hogy mind a kettő átértelmezi a vallási hagyományt, mindenek előtt a vallási irodalmi hagyományt, és mindenek előtt a Bibliát, de az a legfontosabb különbség, erre érdemes odafigyelni, hogy a filozófia úgy áll neki átértelmezni, vagyis tulajdonképpen a saját pozíciójában nézve persze értelmezni, úgy áll neki értelmezni a teljes vallási hagyományanyagot, hogy amit földerít benne, az nem egyéb, mint a filozófia. Tehát magyarul, ez nagyon egyszerű, ugye egyszerűen úgy képzeljék el, hogy valaki, aki egy életen keresztül mondjuk etikával foglalkozik, ez egy filozófiai szakdisziplina, ha tetszik, és akkor nekiáll a bibliai szövegben felfedezni, hogy hány és hány helyen a bibliai szöveg allegórikusan tulajdonképpen etikai tanulságokat, etikai tanításokat fejt ki. Ugye az egész dolog abból indul el, hogy a filozófusok magától értetődő módon valamiképpen arisztoteliánus indítatásúak. Ez annyit jelent, hogy a klasszikus arisztoteliánus kérdésfelvetés például az, hogy Isten szellemi lény, tehát nyilvánvalóan gondolkodik. Mi a frászon gondolkodik Isten? Ez egy teljesen jogos kérdés. Na most erre tulajdonképpen egy klasszikus filozófiai válasz, Arisztotelésztől tegnap délután 4-ig. A klasszikus válasz filozófilag, hogy hát nyilvánvalóan csak magasrendű dolgokon gondolkodhat. Nem tudjuk elképzelni, hogy Isten azon gondolkozna, hogy koszos-e a cipője. Nyilván magasrendű, nyilván nagyon magasrendű dolgokon gondolkodik. Arisztotelész szerint, ezt minden középkori gondolkodó olvasta, Isten nyilván a lehető legmagasabb rendű dolgon gondolkozik. Na most mi van magasabb rendű dolog Istennél? Semmi. Következésképp Isten saját magán gondolkodik. Körülbelül ez az alapelképzelés a ókori és a középkori filozófiában, annyira, hogy Arisztotelész használja is több helyen azt a kifejezést, hogy Isten nem egyéb, mint az önmagát gondoló gondolkodás.
Ez egy nagyon szép kifejezés, soha nem sikerül belőle világosan megmagyarázni, a középkoriaknak ez nagyon nagy problémát okozott, hogy jó, de hogy ebből hogy jön létre a világ teremtése, ha egyszer az önmagát gondoló gondolkodás, pláne hogy mozgatja a teremtett világot, de hát erre mindenféle hallatlanul izgalmas teóriák születnek már az ókorban és a középkorban is, érdemes beleolvasni. A középkori gondolkodók ugye mind arisztoteliánusak, vagy csak nem mind, hát a platonikusokat most nem számolom, a nagy skolasztika gondolkodói mind arisztoteliánusok, és nekik rettenetes problémát okoz, hogy hát tulajdonképpen a fejük filozofál, a lelkük bibliai hívő. Körülbelül ez az alaphelyzet, ezt fogja majd a középkorral foglalkozó filozófia történetek, mint hit és tudás konfliktusát leírni, nevezetesen, hogy egy középkori filozófus számára, ha az ember beleolvas a Bibliába, akkor ott mit talál? Kétségbeejtő antropomorfizmusok gyűjteményét. Tehát egy középkori jobb filozófus azt tulajdonképpen rosszul van, amikor felcsapja a Bibliát, és azt olvassa, hogy Isten kivezette népét Egyiptomból kinyújtott karral, hatalmas kézzel. Jézus Mária, Isten kinyújtott karja és hatalmas keze. Próbálják ez a első mozgatót, illetve az önmagát gondoló gondolkodást elképzelni kinyújtott karral. Ez nagyon komoly, tehát ez nagyon súlyos problémák. A filozófus szerint az egész Biblia tulajdonképpen allegórikusan beszél, de természetesen az önmagát gondoló gondolkodásról beszél, akkor is, amikor azt mondja, hogy Isten orcimpái kitágulnak a haragtól. Lényegében e körül forog az egész, a filozófus azt tudja csinálni, hogy a saját nagy filozófiai eszméit, fogalmait, gondolatait addig gyúrja a Biblia szövegét, amíg meg nem tudja állapítani, hogy a Biblia tulajdonképp erről beszél csak képes beszéddel. Amit ide fölírtam például ilyenek, mint Ábrahám és Sára története, az úgy, ahogy van, kap komplett kifejtést, mint anyag és forma. Viszonya tulajdonképp nem is egyébről szól, csak Isten bölcsen, amikor meg akart minket anyag és forma viszonyáról valamennyire okítani, hát, hogy mondjam, az ember, legalábbis az ember sokaság természetesen hülye, következésképp ezt valahogy olyan formába kell neki előadni, hogy később a filozofusok meg tudják fejteni a hülye nép számára. Kedvencem volt a négy ősanya. Mint Izrael négy ősanyja, akik a Bibliában szerepelnek, az a középkori filozófia kezén a négy őselemmé válik, és értelmes módon ezek kombinációiból fog majd minden létrejönni. Magyarul tulajdonképpen a bibliai szöveg mind olyan, nem egyéb, mint a filozófiai igazságok köntöse. Ebbe a köntösbe lett beburkolva a sok hülye kedvére, aki ugye magától nem tudna az önmagán gondolkodó gondolkodáson gondolkodni, így viszont remekül elgondolkodik rajta, hogyha azt olvassa, hogy az önmagát gondoló gondolkodás rászól Ábrahámra, és azt mondja, hogy jövőre mire jövök, gyereket születik. Tehát ennek van egy valamiféle allegórikus megfejtése, hogy miről is szól valójában ez a szöveg, és legközelebb fogom tudni csak folytatni. Ezen érdemes gondolkodni, mert ugyanis ezzel áll szemben a kabala. A maga egyébként véghetetlenül nehéz és izgalmas szövegeivel, de alternatívát kínál. A kabala nem jó, mi mondhatjuk hermeneutikailag azt persze, hogy a kabala is magát fejti ki az értelmezendő szövegből, de nem abban az értelemben, hogy tulajdonképpen egy pogány eredetű nagy filozófia fogalmait és elgondolásait fejti meg a szövegből. A filozófia maga ugyanis nem tud visszahatni a vallásra. A kabalának ez az, ami ragyogóan sikerült. Tehát a kabala ebben az értelemben legalábbis semmiképp sem ilyen átlátszó módon akarja önmagát előhámozni a tanulmányozott szövegből. Akkor legközelebb erről fogok próbálni beszélni, hogy a kabala úgy értelmezi a bibliai szöveget, hogy az egyébként biblia értelmezésként tökéletesen hasznosíthatatlan. Tehát semmiféle gyakorlati következménye nincs. A kabala biblia értelmezésének van egy egészen alapvető előfeltevése, nevezetesen az, hogy a bibliai szöveg él. Elhangzott Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. Tatár György, a kabbala és a filozófia.
Az ELTE BTK-n 2011. november 30-án elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.